A báli szezon utolsó napjait a miklósfaiak is kihasználták. Az asztaloknál csak azért lehetett látni egy-két szabad széket, mert néhányan rögtön a táncparketten kezdték az estet. Dénes Sándor polgármester szerint az, hogy a bált 28. alkalommal rendezték meg, a közösség erejét jelzi. A farsang idején vagyunk, ez egy farsangi bál is egyben, meg hát a sportról szól, hiszen akik ide eljönnek, ugye nagyon fontos az, hogy együtt van a csapat, jól érzik magukat, és hát a harmadik dolog az, hogy nyilván ennek a bálnak a bevételéből majd a Miklósvai Sportegyesületet fogják támogatni. A rendezvény fővédnöke, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő szintén a helyiek összefogását emelte ki köszöntőjében. Ez a közösség nagyon erős, nagyon komoly kötődése van a településhez, Nagykanizsa miklósfai város részéhez, hisz bármilyen kezdeményezés van, répafesztivál, iskolai bál, vagy éppen sportbál, nagyon-nagyon sok miklósfai ember jön el azért, hogy jól érezzen magát, és azért, hogy ha kell, akár jó ügyet szolgálva, akár anyagiakkal is hozzájáruljon adott civil szervezet fejlődéséhez, fejlesztéséhez, vagy a általa kitűzött célnak az eléréséhez. A Miklós felse tavaly valóban nagy fába vágta a fejszíjét, a klub több fejlesztésen is túl van. A TAU támogatás keretében teljes öltözőépületünket belül-kívül felújítottuk, nyilázáró cserével és külső hőszigeteléssel. Úgyhogy nagyon örülünk, mert ezzel javítottuk a játékosoknak a komfortérzetét, mert technikai felszereléseket is vásároltunk, úgyhogy mindig szeretnénk javítani egy kicsit a feltételeinken. Az esten elismerésben részesült Kovács Marcell, az ifi csapat kapusa, Gyulai Attila, a felnőttek játékos edzője, valamint Németh István, aki társadalmi munkában járul hozzá az egyesület sikereihez.